Szevasztok, a mai videóban Ön nem heistozni fogunk, hanem easter egg-eket fogunk nektek bemutatni a Kaio Pelikóban. A legelsővel kezdjük itt. Ez egy ilyen temetőszerűségen található, amit talált a reptéren, a másik az pedig majd ezen a sziget részen lesz található, az azért majdnem egymás mellett vannak. Igazából nem lehet tudni, hogy ez a temető mióta lehet itt, meg hogy mióta van itt. Sokak szerint már Pavel érkezés előtt itt lehet, vagy Pavel már Erubio érkezés előtt itt lehetett már. Lefotózzuk Pavelnek és megnézzük, hogy mit mond erre. Hogy igen, mit mond erre. Azt mondta nekünk, hogy ez már Erubio előtt itt lehetett, és minél jobban kerüljük el ezt a helyet. Hát jó, hát Pavel azt mondta, hogy ez veszélyes lehet. A következő az itt található. Ez egy móló lesz, aki látja már innen is, hogy már ott van. Lesz egy olyan tárgy, ami itt lenne a móló mellett, de az most nincs itt, azért sajnos azt majd nem árulom, hogy mi lesz. Lehet már valaki tudja egyébként, aki látta a live-ot, mert lehet, hogy már lefotóztam egyszerűen, mindegy. Hát igen. Nem nézek meg mindent egyesével, csak azokat, amik ilyen érdekes kinézetűek. És ennyi. Ja, bocsánat, nem értem, ezt kellett volna fotózni, ezt itt. Okay. Na. Halászmóló. Igen, hát. Ez csak egy ilyen halász, móló, igazából nagy tulajdonosa nincsen neki. Na, a következő az pedig majd itt található lent lesz egy... Ja, nem tudom azért. Igen, egy csontváz, aki jól látja. Igen, ez egy csontváz, aki egy... hát egy... kokain tart a kezében, és ha jól látom, akkor elég sokat ellopott Erubiótól, és úgy látszik, hogy megjárta szerintem. Vagy pedig nem tudott elmenekülni a szigeton, és itt halt meg, mert mivel menne, hogy nincsen semmi civilizáció. Csak egy pár hajó, de... Hát igen, ez az ember pórú járt, hát ez történik akkor, hogy kiraboljuk Erubiót. Nézzük itt meg rá. Valamiféle IA-ékről beszélt, azért lehet, hogy valami köze lehet valamelyikük, meg hát azt majd megtudjuk. De csak akkor, én akkor csak akartok tippelni, hogy valami ember kell akarta lopni a kokainját a Erubiónak, és hát megjárta sajnos. Fel tudok menni? Nagyon jó, hogy fel tudok menni, az a biztonság kedvéért. Lesz még egy csontváz, ami megint itt található majd, de ezt megnézzük azt a temetőt, amit mondtam. Csak oda át kellene súsznunk, ami azon a kis szigeten található itt. És nézzük csak már azt is. Azért nem vágok, mert igazából ezek szinte egymás mellett vannak is fölösleg, és most azért nem vágok, hogy... Nem látjátok, hogy hol kell elmenni, vagy hol lehetne elmenni. Ja. Hát igazából az a legviccesebb, hogy a mesék történt, hogy igazából a készítők nem elég azt, hogy még kitaláltak egy szószlét szigetet, de még tették bele easter egg-eket is, azért elég érdekes azért. Nagy GGR-ra készítőknek azért, hogy... Hát azt hiszem, hogy magánszigetet megcsináltak, de még azért még van rajta elég sok ember is, meg az a sok easter egg. Hát... Amit nem mondok meg, tudom, lehet, hogy lesz űrhajós, arra nem hallottam, de biztos, hogy lesz közel valamiféle űrlények között, már 100%-at a story módban is hány űrhajó van, még egy van csak a vízbe, de... többi az még csak ilyen kis... Az a másik három az pedig csak ilyen, hát... vagy hologram, vagy pedig valaki csinálta, nem, mert nem az a igazi űrlények típusú. Na nézzük csak, hogy hol az az a kis temető. Igazából azt hiszem úgy néz ki, mint a másik, csak kicsit. És itt vagyunk. Ó, baszki. Egy temető, ami, hát magyarul mondom, körbe van építve egy koponyával. Én arra sejtek, hogy ez valamiféle rituál lehetett volna. Na mindegy. Szerintem el is azt fogja mondani, hogy hagyjuk el ezt a helyet. Még elég bizarr, hogy
Lehetek egy csomó csontvázittál, egy csomó temető. Én nem tud beszélni, inkább nem beszélek, lefotózzuk. Na nézzük. Hát igen, Pávicsok azt mondta, hogy ez nagyon creepy. Hát igen, ez van. Egyébként FPS-ben sokkal gyorsabban fut a karakter egyébként, aki nem tudta volna. A következő hely akkor az a másik csontváz lesz. Hát én azt gondoltam, hogy legalább 6-6 easter egget megnézek, vagy legalább 5-öt, és akkor így minden nap megcsinálok egy, vagy legalábbis egy héten legalább lesz kétszer videó belőle, nem hármat akarok. Vagy csak egy, majd meglátjuk. Meg közben menni kéne a Towerhez, ez majd később lesz. Lehet, hogy lesz egy finálé is live-ba. És lehet, hogy videóba fogok majd. Már rég volt már a dumálok típusban. Olyan rég volt idő egyébként, két online-ból, amit nem beszél. Hát azért nem, mert nem tudom megoldani azt, hogy legyen mikrofonom a PS4-en, meg azért azt meg is kell venni, és azért én nem szeretnék erre költögetni még először, hagyjuk ezt. Szerintem elég ez a sima live-os íze is. Akik meg láttam, hogy ilyen live-okat csinálnak, azoknak magam. Kb. 10 éves gyerek is ilyenekkel játszanak elég, hogy is mondjam, de már őnek is már van pénz a mikrofonra végül is. Hát. Na mindegy. A következő az... ez egy... felmenni. Hát igaz, nem lehet felmenni sajnos, ez egyébként nagyon hülyeség, hogy ezen az izén nem lehet felmenni, egyébként ezt utálom. Mindjárt megnézzünk egy másik easter egget. És nem, meg, nem megnézzük azt is, csak hát igen, én most manapság már itt szoktam, mert egy haverom megmutatta régen, hogy itt is be lehet jönni. És egyébként sokkal egyszerűbb tényleg így megkülni, mint így bemenni arra a picsával. És itt az easter egg, várjatok. Na várjatok akkor csak. Egy ugrani igazából nem tud. Jó, hát igazából ide be lehet jönni akkor is, amikor buli van, de célszerűbb, akkor inkább akkor jön, amikor nincs itt senki, mert és itt is van. Hát igazából ez egy híres szörnyről lett ábrázolva, ez a homok tudsz, ez a Loch Ness-i szörny, vagy hogy hívják azt a olyas nagy dino lényt, ami igazából sok szerint egy dinoszaurusz, ami nem halt még ki. Kajó Perikóban is van egy olyan easter egg, ahol minden igaz, szó szerint lemásolták azt a lényt, és rendesen mozog a vízben, de azt nagyon ritkán lehet megtenni, ha megtalálom, akkor levideózom. Mert ritkán lehet megtalálni, és aztán le is lehet fotózni, rá is lehet menni a hátára. Hát igazából ami annyit értettem belőle, hogy annyit mondott, hogy ez már milyen régóta így lett, milliók év után, alatt is, vagy pedig ez valami kis, hogy arra akart utalni, hogy ez egy ilyen régi halt lénynek a másolata homokból. Nekem pedig a balam halt kell vicces, itt még él a szörny, és rendesen mozog is, mint egyik. Hát igazából tényleg rendesen mozog. Ez itt sajnos itt semmi se át kell mennünk. Na, sikerül átmenni, vagy nem? Itt szépen megkerüljük. Itt nem fogjuk látni. Meg kell kerülni sajnos és felmenni a hegyen, mert aki tudja jól, akkor meg lehet kerülni. Mondjuk ez a leghülyébb módszer, mindenki ott megy inkább azt akar. Mondjuk ott hamarabb odaérsz igazából, mint itt úszkálnál mégis. Ez hosszabb út. De egyben biztonságosabb, és ez nem vinném, hogy észrevennének itt. Hát nem tudom, néha itt jövök, néha ott. És ennyit az egészről. És ha jól tudom, akkor nem soká lesz valahol máshol is egy ilyen easter egg. Hát azt a szigetet is meg lehetne célozni, lehet, mert egyébként ott is lehet valami.
Akkor megnézzük azt is. Én megmondom, hogy hol volt, hát igazából itt találhatott. Igazából hát bejöttök itt ebbe a bulicuszba, és akkor ott azok a sátrak mögött található az a kis homokval. Hát aki követi, amit mutatok, akkor az csak megtalálja, hát gondolom. Jó, rendesen kell elmúszni. Hát meg azért, hogy belegondolunk, azért mégiscsak azért, hogy mondtam, hogy egy szóval egy magán szigetet készítettek a készítettek, nem elég, még tettek hozzá egy easter egg-et és az ilyen csontvázakat, meg elég brutális történt is lett egyébként szerintem. Aha! Ó, itt egy lovagnak a cucca. És igen, akkor ez ami régi izé lehet gondolom, valami lovagok beli utalás. Ja. Vagy gladiátorok? Nem tudom. Fotózzuk csak le. Na. Aha. Egy csomó ilyen, hát ilyen volt a gladiátoroknak is, nem? Valami, hát lehet igazából, ó, baszki. Lehet utalás lehet a lovagokra. A lovagoknak is ilyen volt, mint én azt akartam. Hát igazából egy-kettő valami vízbe van, amit ma akarok nézni. Ez mi, ja? Csak egy hínára mi az. Van egy-kettő tudsz, hogy vízbe akarok megnézni, mert tényleg van elég sok minden benne, ami a vízbe található, de én nem akarok most mindent megnézni, ilyen tank, repülő, meg ilyenek, most az engem nem annyira érdekel, szerintem titeket sem most egy repülőgépnek a roncsa, most ez story módon is szerintem van elég repülőroncs, még megnézzük. Igazából jobban érdekel a meteorit, mert az is van. Ülényekkel kapcsolatos, ami hajójuk is, aztán van a szigeten, is azt mondták nekem. Engem az a Loch Ness-i szörny érdekel, hogy tényleg rendesen megy, járkál a vízen, csak ritka lehet megtalálni, ez a baj. És látjátok, itt fel lehet simán jönni a szélén. Akkor nem is hat, megnézzük, amit tudunk. Látjátok, akkor, jaha. Nem tudom, meddig van lezárva, de szerintem ez végig le van zárva. Még esetlen igazából ez is mire jó az a lezárás, hogy még kell lezárni ezt a szigetet ilyen dróthálókkal, hogy mik ezek. Ja, az. De végig le van zárva. Ó, még ez a szerencsétlen karakter is. Hát nem tudom, hogy hogy lehetne feljutni, baszki. Hát végig le van zárva. Ez akkor egy barfasság ez a lezárós izé, hogy most. Hát igen, végig le van zárva vele. Vagy ha ügyes vagyok, akkor ott lehet feltok mászni ezen az utcán. Ezen a kőtömbön. Na? Nem, még az is le van az a beszélek, még az egyetlen egy kőtöm is le van zárva az izével. Na. Akkor hol megyek fel? Na, kíváncsi. Na, várjátok. Baszki, és akkor minden le van zárva ezzel a szarra, vagy most ez hogy van? Hát régen feltettük menni valahogy. Hát beszélek, még itt is le van zárva. Átmesz meg egyébként nem bírja a karakter, mert idióta egyébként. Hát szerintem rossz. Egyébként szerintem tuti van valami sziget rész, ahol fel lehet mászni egyébként. Csak majd legyen helikopter, meg semmi, csak ilyen szarságok nélkül jössz ide a szigetre. De érdekes addig. Hogy mindent le kell zárni, most ki a hülye, aki felmegy érted most. Egyik hülyék néha rosszak, hisz, hogy lezárják az egész sziget részt, mert
ezt az egész kőhelyet, mert meg biztos felmenjen már valaki biztonság kedvéért. Nem beszél még itt is nem az elvégig. Lehet nem, de valahogy én régen fel tudtam menni, emlékszem, akkor hol mentem fel ott? Hát beszél még körbe, még beszél még körbe is le van két, hogy beszarok. Ezt a génye játékot, és köszönöm, még körbe is lekerítették, hogy még azért... Oh. Nem tudom, nem valami el van védve, vagy nyilván lekerítették. Gratulálok. Na, ugye akkor azt ott hagyjuk a szorom, hogy nem tudok oda menni most, tehát egyszerűen. De esélytelen a fejét, most nem akarok egy 30 perces videót, hogy még szolgál ki bravóan. Lehet azóta visszatették maga, vagy nem tudom. Nem tudom, mi lehet valók ennek. Nem megyek, majd max megoldom valahogy majd következő, de most ennyi elég lesz imára. Megnéztünk egy párat. Na mindegy, hogy tetszett a videó, akkor lájkolt ki, és akkor vas következő videómban. Sziasztok!